jobbos bot fel és csalizva. Ez a tűanyag benne a kosárba. Ugyanezt a bóját fogom meghorgászni, mint a legutóbbi horgászatokon. Járogattam ki így az elmúlt napokban is, és egy-két ilyen lapát kukoricát szórtam a bója elé. Jó kis takarmány kukorica, jó szétfűzve. És akkor cukros vaníliás aromával szépen meg van tuningolva. Múltkor szép kárászokat, keszegeket fogtam, de remélem, hogy most már azért egy-két pont is mozgolódik. Most már itt van a március ideje lenne átcsípni egyet. Hát a jobbos bot az bent is van így, szépen beélesítve. És akkor a balos botot, amivel oda a szemközti nádali akarok horgászni, 80-90 méterre. Azt most fogom átszerelni erről az inline bordás kosárról. Vettem ilyen távdobó lapos metódvetítőkosarat, és akkor most ezzel próbálkozok. Hát, hogyha ezzel eredményesebb tudok lenni. A legutóbbi pár napos horgászatban úgy vettem észre, hogy azért itt ez a jobbos bot, bár az is lehet, hogy az etetés miatt itt jobban tudtam szórni kukoricával, azért, mintha jobban működött volna. Több halat tudtam fogni ezzel a fajta módszerrel, kosárral. De meglátjuk. Nem tudom, hogy a szerencsét fog-e hozni, mert ez a szerelék nem tavaly egész évben bírta ugyanez a ez egy szerkó volt fent, csak az előkéket cseréltem rajta, ahogy a horog méretet kellett növelni vagy csökkenteni. És remélem, hogy nem veszi el így a szerencsémet, mert nagyon jól működött a szerelés is, sok halat fogtam vele, nem szakadt dobásnál se, nem akadtam el vele, úgyhogy remélem, nem fogom megbontani így ezt a jó kis sorozatot ezzel, hogy átszerelem. És a csali az pedig egy 10 mm-es ananászos pop-up lesz, elméletileg ez így meg fogja emelni, és valahogy itt fogja fönt tartani a horgot a kosár fölött, egy pár centiméterrel. Meglátjuk, hogy ez a fajta csalizási, felkínálási módszer működik-e. Ott bent ebben azért ott a nád előtt lehet, hogy ilyen azért iszaposabb a terület, és ez így lehet, hogy pont jól fog működni, hogy valamennyire a kosár az iszabban lesz, csali pedig elméletileg valahol fölötte fog majd lebegni, hát meglátjuk, hogy fog-e működni. Kész is. Na hát akkor kezdődhet is a horgászat, egy első dobás ezzel az új szereléssel. Kíváncsiak rá, hogy mekkorát lehet így ezzel dobni. Egyébként a kosár súlya 35 g. Így megtöltve mennyi lehet? 40-50 g maximum. 35-ös dobóelőke van fönt. És 20-as főzsinór. Hát a támpont a szembe lévő nagy fának a jobb széle lesz. Szerintem jól fog sikerülni a dobás, mert ennyi hátszelem van, úgyhogy nem lesz gond eldobni a nárosig. Ó, az megy. Bőven. A kiakasztást azt ki is kell vennem. És engedek hátra. Megyek legalább akkor egy... Azt mondja, hogy ez egy 3 méteres tég. És akkor még... 3-6 méter... Körülbelül így egy 10 méterrel bente fogok dobálni, mint ahogy eddig. Na, hát a gumit föl is raktam, így a helyére. Lehúzom ide az alsó részének a dobhoz, és akkor ez is szépen meg is tartja itt. Hát, amíg itt az első kapásra várakozok, próbálgatom a csúzlit. Hát, ezer éve használtam ezt, a gumit azt le is kellett cserélni, mert teljesen szét volt már porladva. És ugye
Kicsit nehézkesen érem el itt ezt a jobboldali bóját, amikor a lapáttal próbálom szórni, és hát most azt nézem, hogy meg tudom már csúzlizni pár szem kukoricával a bója területét, és hát előbb már lőttem egy párat, és nagyon szépen el lehet ott találni egy ilyen 1-2 négyzetméteres terület a szórása, úgyhogy szépen lehet vele szórni, nem kell majd talán csónakkal bemenni, hanem egy jó kis koncentrált etetés létre lehet így vele hozni. Nem kimondottan ilyen szemes anyagnak van ez a kosár, de egész jól el lehet vele lőni. Á, jó, pont a bólyak köré esik le, úgyhogy ki kell mérni majd egy kis vödörbe azt a mennyiséget, amit be akarok csúzlizni, hogy azért pontosan tudjam, hogy mi az, amit belőttem. Oké. Működni fog ez a dolog. Hát nagyon óvatos kapás érkezett a balos botra, de ott van, mert mozog a spisz folyamatosan, úgyhogy valami fölvette a csalit, lehet, hogy meg is akadt. Aha. Ott van, igen, vissza is engedte. Hát, meg is van az első hal. Hát egész jó halat érzek. Valószínűleg nagy kárász lesz. Az, igen. Ez igen, csak becsületes méret. Ez úgy látszik, folytatódik a múlt héti peca. Még mindig a kárászok a legaktívabbak. Tehát ennyi volt igazából, jó nagy szem kukoricát vett föl, de hát egy ekkora kárásznak ez nem probléma. Hát tényleg már lassan egy kisebb pontnak is beillene, hát mégse pont, mehet is vissza. Az egy biztos, hogy a kosárnak nagyon durva ára van, hát 1000 forint környékén van egy ilyen. Tehát gondolkoztam rajta pár percig, az biztos, hogy megvegyem-e, de jól működik, azt kell, hogy mondjam. Nagyon jól lehet vele dobni, nagy távolságra. Ezzel a kalappal azt mondom, hogy biztos, hogy fogok még beszerezni belőle. És akkor mehet a dobás. Ahogy. A következő kapás. Meg is van. Aha, beindult a buli. Aha. Ez már egy kis féket tudott húzni. Hát, ha végre egy pontyot fárasztanék. Attól tartok, hogy ez megint valami gyönyörű nagy kárász. Szuper. Mai nap második kárásza. A szerelés ez úgy látszik, hogy nagyon jól működik. Ahogy felraktam ezt a gumikukoricát, és távolabb dobtam be a szerelést, a legutóbbi horgászaton, egyből meg is indultak a halak. Hoppa, következő! Íjja! Ez aztán szép lesz. Hát ez is kárász, akkor becsületes méret. Kapása is egész jó volt, már olyan szépen görbítette a botot. Hú, mekkora dévér ez. Nagyon jó. Érdekes, hogy dévéreknek valahogy erőteljesebb a kapások. Ezt már észrevettem legutóbb is. Innen a közeli bójáról jöttek inkább. Nagyobb dévérek úgy rángatták a bospiccet, mint valami gyönyörű ponykapás. Aztán a védekezése is egész jó volt. Hát azért úgy látom, hogy nagyjából megismétlődik megint ugyanaz a forgatókönyv, mint a legutóbbi horgászaton. Nagy kárász, nagy keszeg. A ponty meg még mindig sehol, de meg lesz az úgyis. Előbb-utóbb. Na, térj magadhoz.
Viszlát. Ez úgy érzem, hogy ez a 10 méter, amivel most bentebb dobok, az az, hogy kintebb oda a nádas elé. Ez valószínűleg, hogy ott azon a részen már sokkal keményebb a mederfenék, mert a nádas előtt egy 10-15 méterrel kezdődik egy ilyen nagyon kemény plac, és valószínű, hogy azt a területet tudom most megdobni, és így sokkal könnyebben megtalálják az etetőanyagot és a csalit. Hát ezzel a gumis töltővel sokkal-sokkal gyorsabb, meg könnyebb megtölteni a kosarat. Na, itt a következő kapás. Meg is van. Nagyon szépen óvatosan mozgatta a bospiccet. Hát ez is keszeg lesz, vagy kárász. Valószínű, hogy ez már az utolsó hal lesz ezen a délutánon. Na, az biztos, hogy jó méret. És meg is van. Talán ami egy kicsit furcsa, hogy innen a közeli horgászhelyről, innen a bójáról nem jössz semmilyen hal. Na mindegy. Holnap reggel folytatása következik. Hát fagyott az este. Kint hagytam a kézmosó vödörbe a vizet. Pár milliméteres ég lett a felszínén. Franc egyenek. Mellettem ráadásul valami fakitermelés folyik éppen, úgy hallom. Mintha láncfűrésznek lehet a hangja. Mindegy. Visszatérve az éjszakára, hogy legutóbb is a hideg éjszaka után délig szinte semmit nem tudtam fogni. Ott lehet is látni, szemben van egy kis szélmentes rész, ott valószínű jég is van a vízfelszínen. És ráadásul csak ilyen dél egy óra, két óra környékéig tudok kint lenni. Az is lehet, hogy itt fogok ülni kapás nélkül, és pont a jó időszakba kell majd elmennem. Hát úgyhogy nem indul valami túl fényesen, így ez a peca. Ez már jobb lesz. Másik csali tüskére narancssárga színű mangós csali kerül. Próbálkozok variálni az ízekkel, bár nem hiszem, hogy azzal van a probléma. Ezek a csalik általában mind fogósak. És ha itt van a hal és táplálkozik, többségével meg lehet fogni ugyanúgy a halat. És pont a bója elé. Ezt nem nehéz megdobni. Kapás, kapás. Na, megvan vajon? Megvan, igen. Úgy látszik, nem kell most délutánig várni. És van kapás napközben is. Ez nem valami nagy. Akármi is ez. Hát a mai nap első hala. Ismét keszeg. Nagyon szeretik ezt a kukoricát. Ez az olyan, mintha nem is dévér lenne, hanem bagoly keszeg lenne, ott van az orrának is. Durorszerű. És itt nyúlánkabb is a teste. Hogy mégis dévér, mert a formája felül meg mégiscsak olyan. Na mindegy, jutott egy hal. Majd délelőtre is ez már biztos, ez a lényeg. Viszlát. A franc egye meg, de így bénázni valamit. A jó kapást. Közben meg a másik boton is kapás, hát ez... Ja, nem.
De, hát ilyet. Nagyon jó, dupla kapás. Jó. Ezt feltekerem. Kicsit kiroptam balra, de viszi szépen a spiccet rángatja. Ezt gyorsan rendezem. Szebb kárász. Mehet is vissza. Ezt lát. És jöhet akkor a másik, remélem még rajta lesz. Nézzük. Nincs már mi. Gumis kiakasztás az megadta magát. Az előbb, hogy a fék túl gyengére volt állítva, és bevágásnál visszapörgötte a dob. De legalább látszik, hogy ez a gumi az simán elszakad, minden gond nélkül. Tehát, hogyha esetleg megszaladna a hal bevágás után, akkor ez a gumi az nem fogja akadályozni a halat. Tehát nem úgy, mintha a klüszbe lenne kiakasztva. Csak most a kérdés az, hogy visszatalálok-e. Ugyanarra már zsinort meg menet közben nem jelöltem meg. Pedig meg akartam, de nem mindegy. Nézzük. Oké, hopp, és most leperdült egy kis szilikon, tehát pont megint a kiakasztásig dobtam, lerakom a botot, és akkor hozok egy másik gumit, a kis szilikont megkiszerem, elszemeteljünk. És hogy lazítottam vissza ennyire azt a féket, na mindegy. A következő. Na, beindult a biznisz. Ahogy látszik, nem csak a délutáni időszaka jó, hanem... Mehet is vissza. Lassan a délelőtti horgászatnak a végére érek, így az a mostani videó is lassan véget ér. Hát talán a egyetlen változás itt az elmúlt napokhoz képest az, hogy most már a délelőtti órákban is eszik a keszeg meg a kárász. Ahogy reggel elkezdtem a peszát, szinte egymás után jöttek most is keszeg a kárászok. Nem olyan nagyon intenzíven, de azért ilyen 15-20 percenként lehetett egyet-egyet húzni. Úgyhogy úgy néz ki, hogy melegszik a víz, és már csak tényleg az az egyetlen nagy kérdés, hogy hol vannak a pontyok, és hogy mikor jön meg majd az első. Hát nyilván nem adom fel, járok ki ide is, próbálkozok. Egy telepítés biztos, hogy jót tenne a tónak, valószínű a tóban lévő pontjállományt is megmozgatná, elkezdenék körbejárni a tavat. Tehát, hogyha így marad továbbra is az idő, egy gyönyörű napfényes időnk lesz, akkor azért szépen melegedni fog az idő. Bár a következő napokra hidegfrontot, esőt, még akár havazást is mondanak, de majd meglátjuk. Eddig is mindig sokkal jobb idők voltak, mint ami a időjárás jelentésben volt. Úgyhogy ezzel most zárom is ezt a keszeges kárászos horgászatot. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!